Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják június 16-án hétfőn. Nézzük legfontosabb híreinket néhány mondatban. Kamaszna. Csonka Otília lett városunk diákpolgármestere. Vége a tanévnek, elkezdődött a vakáció. Táborok és diákmunka. Egy nap a hegyért. Közép és általános iskolás fiatalok számára szerveztek programokat szombaton az Agórán, a Városi Kamasznap keretében. Az Ajkai Városi Diáktanács rendezvényéhez a panellakó civilek rendőrségi bemutatóval, az Ajkai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevenciós jellegű feladatokkal, a Szabadidőközpont sportszervezése pedig egy vetélkedővel csatlakozott, és a tűzoltóság is képviseltette magát. A színpadi programok az MVP Rep együttes előadásával vették kezdetüket kora délután, majd a három diák polgármester jelölt, a Bródis Csonka Otília, a Bánki Szücs Tamás és a Szent is Géresi Tibor mutatkozott be. A kortes beszédeket a Flashback zenekar koncertje követte, majd a Fekete Vörös Marti Iskola Kamrakor Kamarakórusa lépett fel. Közben a szabadidőközpont előtti parkban a nagy óriás címért mérték össze erejüket és ügyességüket a fiatalok. A versenyt a Szentgyörgyi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium rendészeti tanulója Szabó János nyerte meg, aki egy évig lehet a nagy óriás cím birtokosa. A vetélkedőn hat állomáson lehetett díjakat szerezni, a zsámóira szögdelés, a pet úttartás, a labda kitartás és az óriás ugrás egyéni bajnoka is Szabó János lett. Az abroncs görgetésben Horváth Rihárd, a zsákhordásban pedig Branstetter Márk A díjakat Schwarzbél Béla polgármester, és Ilovác Enikő a Városi Diák Tanács elnöke adta át. A diákpolgármester választást Csonka Otília nyerte meg, aki jelképesen átvette Ajka polgármesterétől a város kulcsát. A kamasznap és a diák polgármester választás része az önkormányzat évelején elindított trendi ajkai fiatalnak lenni programjának. Az este a Sans együttes koncertjével folytatódott. A szabadtéri programokat a Gurman zenekar és Horváth Kristóf Slam Poetry előadása zárta, de a művelődési központ aulájában éjfélig még egy afterparty várta a diákokat. Pénteken véget ért az iskolákban a tanév, és megkezdődött a mintegy két és fél hónapos nyári vakáció. A következő tanév szeptember 1-én hétfőn kezdődik. Az idén több mint 1,3 millió diák teszi félre a nyári hónapokra az iskolatáskát, közülük mintegy 774 ezeren általános iskolában tanultak, 216 ezeren gimnáziumban, 244 ezeren szakközépiskolákba, 130 ezeren pedig szakiskolába jártak. A diákok és a szülők idén is táborok sokasága közül választhatnak a szünidőben, az árak az előző évhez képest a táborfigyelő.hu adatai szerint csökkentek. A napközis táborokra 18 ezer forintot, míg az ott alvós táborok esetében 30 ezer forintot szánnak átlagosan a szülők. A táborok tematikai megosztását tekintve a válaszadók negyede kaland tábort választott gyermekének, míg 13 százalék sporttáborokba küldi csemetéjét. A képzeletbeli dobogó harmadik fokát az idegennyelvi táborok foglalják el, ezeket követik a tánc táborok, a készségfejlesztő, a kézműves és a vizes táborok. Sok diák vállal munkát a szünidő alatt. Az egyszerűbb irodai munkák mellett a fesztiválokon és strandokon is szívesen dolgoznak a fiatalok a vakáció idejében. A magyarországi diákvállalkozások országos érdekképviseleti szövetsége szakemberei azt tanácsolják, hogy lehetőség szerint iskolaszövetkezeten keresztül vállaljanak munkát a diákok. Ugyanakkor a munkavállalás alapfeltétele, hogy nappali tagozatos jogviszonyuk legyen. A 18 évnél fiatalabbak csak szülői engedéllyel vállalhatnak munkát, közülük a 15-16 évesek csak szünidőben dolgozhatnak. A Balatonnál jellemzően a vendéglátó ipari végzettségű diákokat keresik. Az északi parton a nagyobb városok mellett a kisebb Balatonmenti településeken működő vendéglátóhelyek is örömmel veszik a képzett diákok jelentkezését, és ezeken a helyeken is jól fizető, megbízható munkaadókat találnak a diákok, mondta az mt nek Hajba Gábor, a Fürgediák Iskola Szövetkezet közép régió igazgatója. Hozzátette, hogy az iskolaszövetkezet által Veszprém megyében foglalkoztatott diákok száma 500 és 1000 között mozog a nyári szezonban. A Melódiák iskolaszövetkezet területi igazgatója úgy tapasztalja, hogy az irodai és a hostess munkák népszerűsége vetekszik a Balatonparton végezhetőkkel a diákok körében. Kranc Balázs elmondta, hogy a 18 éven felüliek között két háromszoros, a 16-18 éves korosztály célzó munkáknál pedig hozzávetőlegesen négyszeres a túljelentkezés Veszprém megyében. 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Dolovai Rihárné született Hódosi Valéria Terészt az Ajka Város önkormányzatának nevében dr. Horváth József alpolgármester és Bálint Attiláné a szociális és igazgatási iroda vezetője. Vali nénit sokan ma is a becenevén Luci szólítják. Siklóson született, édesapja pénzügyőr parancsnok volt, ezért nagyon gyakran költöztek. Luci néni testvére Hódosi Piroska művész tanár, a hatos iskolában tanított. Luci néni a négy elemit sejjén végezte, majd Siklóson és Pécsen a református kollégiumba járta ki a többi osztályt és a polgárit. Győrben gyors és gépírás tanult, abban az időben már Komáromban laktak. 15 évesen kezdett el dolgozni Komáromban gyors és gépíró adminisztrátorként a mezőgazdasági kamaránál. Komáromban ment férjhez, 1943-ban, férje pedagógus volt, 1978-ban halt meg. Férjével először a felvidéken éltek, mert férjét gyivára helyezték tanítónak. A háború miatt azonban menekülniük kellett onnan. Komárom megye több településén is laktak, ahol a férje éppen állást kapott. Ete községben iskolaigazgatóként dolgozott. Ete 8 évig volt az otthonuk, de büntetésből, mert férje beszédet mondott a forradalomkor, a Batyányi pusztára helyezték át őket, ahol csupán hadgyereket tanítottak a négy osztályban. A kastélyban sok híres ember, politikus megfordult. 17 évig éltek ott, Luci néni az ászári tanácshoz került, majd kisbéren a Gelka szerviszt vezette. Két gyermekük született, 1946-ban Erika, 1950-ben Béla. Erika Ajkán, Béla Simontornyán lakik. Öt unokája és két dédunokája van, egyikük sem Ajkai. Luci néni 1980-ban költözött Ajkára, miután özvegyen maradt és nyugdíjba vonult. Testvére piroska lakását kapta meg, azóta is ott él. 13 évig dolgozott nyugdíjasként az úttörőházban és a színházban ruhatárosként is. Ezen kívül három kis kertjét egyedül művelte. Ma is aktív életet él, magát teljesen ellátja, bevásárol, takarít, az ebédet a szociális központból hozza. 22-szer volt kórházban, 10-szer műtötték. Luci néni sokáig eljárt a pedagógus klubba és állatvédő szervezetekhez is csatlakozott. Szereti a macskákat, saját macskáján kívül több cicát etet és gondoz rendszeresen. Egy nap hegynap mottóval gyűltek össze június 14-én a Csékuti hegyen, a Csékuti hegyért egyesület, a Tósok Berindért egyesület, a nyugdíjas klubok tagjai, barátaik, hozzátartozóik. A felső dűlő elején találkoztak, ahol Mészáros László a Csékuti Hegyért Egyesület elnöke mondott beszédet. Kiemelte, hogy a rendezvény célja az Egyesület és a Csékuti Hegy népszerűsítése. Továbbá beszélt még a hegy föltörténeti múltjáról, Csékut település történetéről, a Csékuti borkultúráról és Jedlik Ányosról, aki a szóda nagyüzemi gyártását találta ki, valamint Vörös Marti Mihályról, akinek a nevéhez a Fröccs elnevezése kapcsolódik. A résztvevőket Dorner László önkormányzati képviselő is köszöntötte, majd sétára indultak a hegyen. Idén nem a pincékben látták vendégül a társaságot, mint a korábbi években, hanem a séta végén a Csékuti hegy legszebb részén kínáltak kostolót a hegy levéből a Csékuti boros gazdák. A Csékuti hegyet egyesület 1999-ben alakult 20 taggal, Horváth István vezetésével. A civil szervezet fő tevékenységei a hegy útjainak javítása, karbantartása, a szőlő és borkultúra hagyományainak ápolása, kulturális tevékenységekben való részvétel és a környezetvédelem. Ahhoz, hogy az Egyesület támogatókat szerezzen, meg kellett mutatnia magát. Ennek okán volt az első Csékuti hegybejárás kezdetben 15-20 ember részvételével. A rendezvény azonban egyre nagyobb népszerűségre tett szert, mottoja is megváltozott az évek során. Volt az egy nap az egészségért, néhány éve pedig frappánsan csak egy nap hegynap néven emlegetik. 2002 óta az önkormányzat jelentős összegekkel járul hozzá a hegy útjainak járhatóvá tételéhez. A Szent István út és Lilium utcai kereszteződésben lévő parkban kerül sor, kedden délután három órakor a Bányás Család szobor ünnepélyes avatására, amelyre Ajka Város önkormányzata szeretettel meghívja a városrész, illetve a város lakosságát. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket! Friss híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. Legközelebb híradóval szerdán este 7 órakor várjuk Önöket. A folytatásban tekintsék meg időjárás jelentésünket is. A viszontlátásra! Kedden marad a mérsékelten meleg, kisé változékony idő. Első zápor eső főként délen-délnyugaton alakulhat ki. A nappali maximumok 20 és 27 fok között alakulnak. Szerdán és csütörtökön előre láthatólag több lesz a napsütés, kellemesen meleg, nyári időre készülhetünk. Csapadékra, jelentős légmozgásra nem kell számítani.